November 6-ától látható a Széchényi Könyvtár Korvina kiállítása. Itt vagyunk az egyik Korvina teremben, és itt van Zsupán Edina, filológus, aki a kiállítás kurátora. Miért állítjuk ki a Korvinákat? Az utóbbi időben nagyon sok új eredmény született a Korvina könyvtárral kapcsolatban, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ezeket a nagyszerű dolgokat a nagy közönséggel is megosszuk. Ez a kiállítás azonban nem egy általános Korvina kiállítás lesz, hanem lesz egy fókuszpontja. Azt szeretnénk bemutatni, hogy hogyan is zajlott a könyvtár fejlesztése és bővítése itt Budán, abban a műhelyben, amit itt a palotában állítottak föl. Azt általában lehet tudni, az közismert, hogy Mátyás nagyon sok kódexet, könyvet rendelt Itáliából. Ezek nagyon szép reneszánsz munkák voltak, azonban azt kevésbé köztudott, hogy ilyen nagyon értékes kódexeket a budai udvarban is előállítottak. Ezeket a darabokat szeretnénk megmutatni most a látogatóknak. Nem csak hazai korvinák lesznek, és el is indulunk a másik terembe. Honnan érkezik legmesszebbről a korvina? Sok helyről jönnek most pompás kódexek, Párizsból, Németországból, Lipcséből, Bécsből, a Vatikáni könyvtárból, és a legmesszebbi hely, ahonnan kódexet fogunk fogadni, az New York. Itt látjuk annak a kódexnek, ami ide kerül, a leendő helyét. Ez egy nagyon különleges darab, a kutatói emlékezet szerint nem volt még Magyarországon soha kiállításon. Nagyon régóta nem járt Magyarországon. Ez Kálmáncsehi domonkos székesfehérvári prépostnak egy nagyon különleges kódexe, ami valószínű, hogy az utazásai során használt. Ez egy breviárium és egy misekönyv volt, egybekötve, kis kompakt, kettő az egyben darab. Valószínű, hogy az út során ez egy praktikus, használati kis könyvecske volt neki, és egy nagyon érdekes kérdést vett föl a Korvina könyvtárral, illetve a budai műhelyen kapcsolatban, méghozzá azt, hogy ez a műhely milyen mértékben dolgozott főpapok számára is. Hiszen tudjuk azt, hogy Mátyás adminisztrációjában, Mátyás környezetében a főpapok követték az uralkodónak a reprezentációs szokásait, tehát nem csak az uralkodó készítetett magának pompás könyveket, kódexeket, hanem bizony bibliofil, könyvbarát és pompa kedvelő főpapok is, és a New York-i darab az egy ilyen kézirat lesz. De van egy másik szenzációs. Ez különleges, igen. Ott a másik oldalon. Igen, a másik oldalon megint megmutatjuk a leendő helyét a kódexnek. Ide ez öt éve derült ki róla, igen. Hogy korvina. Igen, néhány évvel ezelőtt Németh András kollégánk tette ezt a nagy felfedezést. Bécsben, a Bécsi Könyvtár Nemzeti Könyvtár gyűjteményében felfedezett egy görög korvinát, és ez egy fantasztikus dolog, hogy erre még ma is, napjainkban is sor kerülhet. Általában a korvinákat a kötésük és a címereik alapján szoktuk beazonosítani, de vannak olyan rejtett darabok, amelyek ezeket a jegyeket nem viselik. Valószínűleg az történt, hogy Budán elkezdték ezt az egységesítést eléggé sokára, tehát a király uralkodásának valószínűleg a legvégén, azonban az állománynak, a könyveknek nem az teljessége, tehát nem az összes darab ment át a könyvkötők, illetve a könyvfestőknek a kezén, hanem csak egy része. És bizony maradtak olyan darabok, amelyek nem viselik ezeket a tulajdonos jegyeket magukon, és ilyen volt ez a görög kódex is. Egyébként Nazianzi Szent Gergely egyházatja homiliáinak teljes gyűjteményét tartalmazza ez a pompás bécsi kódex más művek kíséretében. Ez például egy különleges darab lesz, de a szomszédja sem akármi, az egy Lipcséből érkező, egy másik világszenzációs, unikális darab, megint csak egy görög korvina, amely bíborban született Konstantin bizánci császárnak az udvari szertartás rendről írott művét tartalmazza, és azért görög nyelven, és ez azért különleges, mert ez a mű, ami egy nagyon fontos történeti forrás, kizárólag ebben a kódexben, ebben a korvinában őrződött meg az utókor számára. Itt lesz mellette egy párizsi kódex társaságában, de ezt már csak a kiállításon lehet megtudni. Hogy itt lesz az egyik bejárat ebben a külföldről érkező korvinák
Hát itt érdemes kezdeni, vagy ahova átmegyünk most a másik beállaton? Ez lesz az első terem, a nagyjából időrendben építettük fel a kiállítást, az első teremben lehet látni a kezdeti időszaknak, az 1480-as évek elejének a darabjait. Itt középen már a 80-as évek végén vagyunk, ez a kibontakozásnak a terme. Itt meg fog születni, itt az E-csoportban egy különleges, csak Budára jellemző, nagyon szép stílus, amelynek bizonyos elemeit majd más formában, vetítésként is meg fogjuk mutatni itt a kiállító térben. Nagyon érdekes lesz látni, hogy csak nem az összes magyar korvina kint lesz a kiállításon, tehát önmagában is egy pompás látványt tud fogva nyújtani ez a kibontakozó korszak. És ez a harmadik terem, ami ugyanúgy, mint a középső, még mindig a kibontakozás, a 80-as évek vége, és az itt kiállított darabokon azt látjuk, hogy miként alakították ki ezt az egységes küllemű díszkönyvtárat a budai palotában a 80-as évek végén, 1480-as évek végén, amelyet Corvina könyvtárként ismerünk. Itt látjuk majd a pompás aranyozott bőrkötésű darabokat, és itt, ezen a helyen, ebben a tárlóban megint csak egészen soha nem látott, vagy nagyon ritkán látott Magyarországon, vagy nagyon ritkán megforduló különlegességek lesznek. Szatmári György pécsi püspöknek és egy nagyon jelentős mecénásnak a breviárium a Párizsból, ami a magyar középkor egyik legszebb emléke. Valamint Kálmecsei Domokos, egy másik főpap, akiről már volt szó, az ő imakönyve ugyancsak Párizsból, ami nagyon érdekes művészettörténeti jelenség, ugyanis 1493-ban született, tehát már Mátyás halála után, azt mutatja, hogy azok a folyamatok, amelyek elindultak a 80-as években és kibontakoztak a 80-as évek végén a budai műhelyben, hogy azok hogyan folytatódtak volna tovább, hogyha a nagy király alatti tendenciák nem szakadtak meg olyan váratlanul az ő halálával. Látom még egy pár zsinort, lesz egy audiovizuális része és a kiállítás, meg erről légy szíves egy pár mondatot. Igen, ez a kiállítás abban is különleges, és ilyen kódex kiállítás a Széchényi Könyvtárban még nem is volt, hogy lesznek monitoraink, képernyőink, amelyeken számos dolgot, nagyon gazdag anyagot helyezünk el az egyes kódexekről, tehát most nem csak azt a két kinyitott oldalt lehet csak látni itt a teremben, hanem minden arra érdemes, tehát valamilyen szempontból érdekes kódexhez nagyon sok anyagot tettünk fel, belső képeket, érdekességeket, magyarázatokat, úgyhogy érdemes lesz ezeket is böngészni. És két nagyon különleges darab lesz, Corvina lesz itt középen, a Rázárus Corvina és a Filosztratus Corvina, és mind a kettőből hanganyagként lehet majd meghallgatni részleteket a tartalmukból. Mindig fölteszik azt a kérdést, hogy de hát mi van a Corvinákban. Mind a két kötet nagyon érdekes tartalmú, magyar vonatkozású. A Rázárus Corvina Pietro Lanzano lucerai püspök művét a magyar történelem rövid foglalatát tartalmazza, a Filostratus Corvina pedig Antonio Bonfininek a beszámolóját arról a diadalmenetről, amely Bécsújhely elfoglalása után következett, illetve magáról Bécsújhely ostromáról. Ezt most kicsit másképpen is meg lehet ismerni, bele lehet hallgatni. A Filostratus Corvinában új fordítások is születtek kifejezetten a kiállítás számára ebből az alkalomból. Mennyi idő van még a megnyitóig? Néhány nap, egy picit több, mint egy hét. A nagy közönség számára 6-ától, november 6-ától lesz látogatható a tárlat. Tehát akkor november 6-ától 2019. február 9-ig budai, Corvina Könyvtár budai műhelye. Köszönjük szépen Edinának a tájékoztatást! Mindenkit szeretettel várunk!